a Spectre-nek az indítását egy kicsit erősebbnek éreztem, tehát azt vettem észre, hogy elkezdtem zabálni a popcornt, mert hogy annyira izgultam, és hogy teljesen elkezdtem izzadni, és hogy úristen, hogy mekkora sok és mekkora élmény. Kivettem végre egy kis szabadságot. Mi folyik itt, James? Azt mondják, magának vége? Ő mit gondol? Szerintem még csak most kezd hozzá. Titkon minden férfi James Bond akar lenni. Tehát ő minden olyat megtestesít, ami szerintem a férfiassághoz hozzátartozik, vagy amit mi gondolunk a férfiasságról. Ez a rész is pont attól volt jó, hogy egy kicsit izgalomban tartja az embert, hogy na most akkor a Daniel Craig még lesz, vagy nem lesz, de ugye biztos, hogy lesz. De azt tudja, hogy lesz folytatás, de vajon vele, vagy nem vele? Pompás darab, ugye? 3,2 másodperc alatt gyorsul 100-ra, és van még pár trükk a kesztyű tartóján. Tegyen meg még valamit. Pontosan mire gondol? Tüntessen el. És az nekem külön tetszik, bár ezt nem tudom, hogy ki mennyire tudja, hogy a Casino Royale forgatásnál neki még nem volt jogosítványa, és csak azért, hogy ugye vezethessen Aston Martint legálisan, ezért ő letette a jogosítványát. Isten haza, James! Annyiszor kereszteztük egymás útját, mégsem láttál soha. Mi tartott ennyi ideig? Abszolút bejön Daniel Craig is, hogyha úgy veszem, mert tehetséges, borsos, egy jó színész. Azt hiszem, hogy ő egy új generációs James Bond, tehát mondjuk az elképzelhetetlen lett volna, hogy mondjuk Sean Connery átüti ököllel a falat, vagy Roger Moore, vagy akár Pierce Brosnan, tehát hogy ők más módszerekkel harcoltak. Nekem fura volt az elején, mert a James Bond azért mindig olyan volt, mint a kicskatujából húztak ki, tehát hogy tényleg megmenti a világot, és egy újraélesztés után is úgy néz ki, hogy mint hogyha épp az Oscar díj átadása menne, illetve mindig van nála egy fehér smoking, tehát bármilyen helyzet van, az az öltöny, az úgy néz ki. Egy kicsit ettől elütt Daniel Craig. Azt hiszem, hogy azért, mert ő már az új század James Bondja, tehát hogy ő már az új kor, akivel talán a ma férfia jobban tud azonosulni. Sam, why is it important to see this movie in an IMAX theater? Well, IMAX screen is just the most involving, the most overwhelming, the most exciting. You feel like you're part of the action, you know. And I do, in fact, weirdly, I just watched the final print in the IMAX this morning, 7:30 in the morning, and I just felt the relationship between me as an audience member and the images was perfect, and that you will find very few filmmakers who will say that at any point anything is perfect, because we're all perfectionists and control freaks, and you know, but it really is. I mean, I love it. Why do you think it's important that people see this on a big screen rather than Christmas time on a small screen? Well, there are some films that just lend themselves to large scale spectacle just because of what they are, what they contain, and they are always diminished by being on a small screen. I think there's an event element, an event meaning it has size, it has, you know, its gestures are epic, and it's the hero of the film is, you know, for all of the wonderful believability, there's a larger than life element to Bond just as a given. And I think on the big screen, you know, the sound, the movement, the camera, the stunts, the impact,
they have maximum effect and dramatic effect on a big screen. Because it envelops you. You are swallowed up by the image. And the film embraces you as on the small screen. Végre kiadta ezeket a rendőrség. Mik ezek? Személyes holmik, amiket elhoztak Skyfallból. Ön titkol valamit, amit nem mondhat el senkinek, mert nem bízik senkiben. Ez a film nagyon sok szempontból visszahozza a 60-as évekbeli feelinget, stílust. Tehát, hogy alapvetően a nők terén is, meg azon a téren is, hogy mondjuk a Bond végre iszik megint. Tehát, hogy töményet, tehát nem csak a sört szorongatja, és ugye a nők is kellőképpen így a karrierbe hullanak, mert a Monica Bellucci meghódítása azért egy elég, hogy mondjam, rövid, de frappáns módon történik. Ugye a másik nő, a Lea Seydoux, aki már egy kicsit meg kell küzdeni, tehát legalább egyszer meg kell menteni az életét, hogy a Bond karrierbe jön. Tehát ezek a szokásos filmes klisék. Hagyjon már békén! Miért kéne bíznom önben? Mert jelenleg nincs nálam jobb esélye az életben maradásra. Az autós üldözés az osztrák hegyekbe a repülőgéppel azért az nagyon ütött. Ennek a szervezetnek tudja, mi a neve? Úgy hívják, Spectre. A Spectre viszont visszahozza mindazt, ami a szériában benne volt mondjuk az elmúlt 50 évben, tehát egy ilyen quintesszenciája az egésznek. Tehát ez most már nem egy anti-Bond, de ez inkább egy olyan, hogy szerintem a szemben ezt gondolt egy olyasmit, hogy most mit csinálják a Skyfall után, akkor csináljuk meg azt a Bond-filmet, amelyeket egy geek csinálna, egy rajongó, aki tiszta van az egész szériával. Mint hétköznapi anyuka, aki nagyon ritkán szabadul ki otthonról, így aztán nagyon ritkán jár moziba is, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis kikapcsolódás volt, pláne azért, mert a férjemmel általában beszekszünk azon, hogy milyen filmeket nézzünk. Én inkább a romantikusabb filmeket szeretem. Az én lelkem nagyon nehezen bírja ezt a sok-sok-sok izgalmat, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól szórakoztam én is, és hát nyilván a férjem is. Úgyhogy tökéletes kikapcsolódás, 20 éve együtt élő fiatal pároknak, akik kiszabadulnak a gyerekek közül, karmai közül. Tényleg ezt akarja? Hogy árnyékok közt éljen? Közben vadászik, vadásszák. Mindig magányos. Folyton ezen gondolkozom. Én voltam James. Minden fájdalmat forrása. .007 Spectre. A Phantom visszatér. November 5-től a mozikban.